Műsorunk támogatója a Hargita népe. Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Székely Konyha magazint látják, Csíkszentmihály határában vagyunk, és egy fiatal méhésszel fogok beszélgetni, Búzás Ferenccel, aki nemrég tért haza a méh családokkal. Hol voltatok, Ferenc? Isten hozott különben a magazinban téged. A méhész vándorlás április közepén kezdődik, repce virágzik legkorábban, arra szállítjuk el a méheket. Ez egész május 2-a, május 5-éig is tarthat. Hol mentek konkrétan? Az ország melegebb részei, vagyis az ország déli részére, ahol kultúrnövényként óriási területeken termesztik. Tehát a repcét? Több száz hektárokon. A repcét? A repcét, igen. Az akácot, azt mondtad ugye felvétel előtt, hogy az akácot. Repce után, ahogy már az idő is annyira melegszik, hogy kezd virágzani az akác, és az alatt persze a repce már el is nyílik, követjük a virágzást. Tehát ezt hogy kell elképzelni, hogy felültök egy autó, te felültök ebbe, vagy te felülsz az autóba, gondolom a feleségeddel, és elindultok délre, és akkor ott letáboroztok 2 hétig, vagy hogy működik az ilyesmi? Igen, megközelítőleg így. Az ember felkészülve, a legfontosabb az, hogy a termelők, vagyis a méhcsaládok jó erősek legyenek, mert az ember hiába utaztassa, hiába szállítsa a gyenge méhcsaládokat, mert azzal a termelést nem tud elérni. Ez mit jelent, hogy erős méhcsaládok? Tehát, hogy népes. Népes, tehát sokan egészséges van. És népes méhcsaládokkal lehet termelni, eredményt elérni. És itt hány családotok van, bocs, hogy közbevágok? Valamivel több, mint 200. 200 méhcsalád. Igen. Uh-huh. Ezért is lehet mondani, is mondjuk, hogy a méhész idény nem tavasszal kezdődik, hanem már előző év nyarán. Mert hogyha nem jól indítom a télnek a méh családjaim, ott egész biztos, hogy tavaszra nem lesznek jó, erős, egészséges, termelőképes családjaim. Cukorral eteted? Mivel eteted őket? Cukorral is etethetők, de nem teljes mennyiségben. Azért, mert a cukor az csak üres energia. Beltartalom nélkül. Túlél a méh vele, de nem lehet azt várni, hogy erős immunrendszerű, erős ellenálló méhem legyen, hogyha csak cukorra letetek. És akkor még mit kell? Hát minél több mézet kell nekik meghagyni. Értelek, tehát nem lehet az összeset kifosztani, hát, nyilván. Persze, hogyha az ember kizsigereli, akkor az eredmény csak az lesz, hogy legyengülnek, beteges méhállomány az eredmény. Jó, tehát akkor most hazaérkeztetek, mi a következő úti cél? Hát tulajdonképpen azért is jöttünk haza, az, hogy az akác már lejárt, itthon kipergettük az akácmézet, most a kaszálókon gyönyörűen virágzik a vadvirág, ezt kihasználjuk idehaza, ez tarthat még egy jó hetet, 10 napot, valószínű, hogy innen bemegyünk Gyímesbe, a hegyek között, hosszabban virágzik, ugye észak, a völgyek hűvösebbek, az északi oldalak hosszabban elnyúlóan virágzanak, és június 20-a után 25-e körül, majd attól függ, hogy a hárs is mennyire igyekszik a virágzással, hársra megyünk Gyímesből. Hát a hárs az elég szeszélyes, nem minden évben mézel jól. Melyik területen Dobrudzsa. Van a hárs? Dobrudzsában. Uh-huh. A hárs után következik a napraforgó. Uh-huh. És tulajdonképpen a napraforgó az utolsó mézelő virágunk, növényünk.
lehet még azután is jó esetben, kivételes években mézharmatot is lehet gyűjteni, vagyis erdei mézet, de az nagyon kiszámíthatatlan. Időjárás függő? Nagyon időjárás függő, és függ a levéltetvek szaporaságától. Tehát ti együtt éltek a természettel lényegében. Igen, nagyon teljesen. Ki vagytok szolgáltatva. Így van. Épp ez az, hogy nem lehet előre leszerződni a mézmennyiséget. Mert az ember megtehet a méhész bármit, a természet is kell adja a részét hozzá. Hiába erős a méh család, lehet az ember felszerelve technikailag, de ha a természet nem adja a részét, a hordók üresen maradhatnak. Tehát akkor ti azért imádkoztok, hogy most jó idő legyen, egy kicsit, hogy legyen szerencsétek. Melyik a legjobb méz szerinted? Tehát azok közül, amiket ti kipergettek, melyik a legjobb minőségű? Vagy mindegyik jó, csak másként? Én a legjobban a vegyes virágmézet kedvelem, de nem csak. Nagyon tetszik a hárs is, nagyon erős, karakteres az aromája, íze. De a legtartalmasabb mégis a vegyes virágméz, mert abban minden nektártadó vadvirágnak a nektárja benne van. Ezek közül nagyon sok a gyógynövény is, úgyhogy a gyógyhatást is hozza. Te hány éve foglalkozol méhészettel pontosan? Megéri-e ezzel foglalkozni? Hát, ha csak azt mondom, hogy 5 éve főállásban méhészkedek, akkor ez azt jelenti, hogy meg tudok élni belőle, vagyis megéri. Te csak ez a fő szakmád, semmi egyébben nem foglalkozol. Igen, hát amikor neki kezdtem méhészkedni, párhuzamosan dolgoztam munkahelyen, és mellette szaporítottam az állományomot. De ahogy hány elértem, családdal kezdtél, bocs, hogy megint a szabadba vágok? Hát igen, érdekes. Én 13 mély családot vásároltam, annak ellenére, hogy 1-2 családot ajánltak. Tehát azt mondták, hogy kezdőnek elég. Igen, ez biztos. Hiszem én ezt most is, hogy jobb kipróbálni csak 1-2 családdal. Tehát 13 még családot megvásároltál. Igen. Hát van akinek nem szerencse száma 13, de én azt hiszem, hogy nekem igen. Ettől nem félek. És azt fokozatosan szaporítottam, amellett még rajokot is vásároltam. Ez mit jelent, hogy rajokat? Tehát család, meg raj, ez szerintem sokan nem értik. Egy erős mély család ösztönösen szaporodik, vagyis megoszlik. Hogyha annyira megerősödik, van megfelelő népessége, mézkészlete, a természeti adottságok megfelelnek, akkor szaporodik, megoszlik. Tehát a 13-ból lett a 200 család lényegében? Nem teljesen. Ahogy említettem, még vásároltam is, majdnem minden évben pótoltam. Potolgatod azért. Igen. Mi a legveszélyesebb a méhekre nézve? Tehát járványok vagy betegségek? Mire kell odafigyeljen egy méhész? Hát egyik legveszélyesebb az atka, ami itt nálunk eléggé elterjedt. Hát ez ellen lehet védekezni. Azon kívül lehet. Egyik legveszélyesebb, ami szinte kezelhetetlen, a nyúlós költés rothadás. Hát örvendünk, mert itt nincs elterjedve. Azt éppen kezelni lehet, de nem ajánlott. Ahogy mondják, a tűz az egyetlen ellenszere, vagyis meg kell semmisíteni, hogy ne tudjon tovább terjedni. Uh-huh. Nagyon fertőző. Uh-huh. Hát lehet hallani ezen kívül kis kaptárbogáról, és a többi, de mi még nem ismerjük, csak leírásból, ezt örömmel mondhatom. Tehát nektek nem volt nagyobb problémátok, úgyhogy el kellett volna pusztítani a méhcsaládnak. Ja, nem volt. Remélem, hál' Istennek. Ne is legyen. Ne is következzen be. Ne is legyen. Hogy kezdtél te ezzel foglalkozni egyáltalán? Ki volt a családban, akitől te láttad a méhészkedést? Ez érdekes, mert 13 éves lehettem, amikor az egy méhraj megjelent az udvarunk fölött, és megtelepedett a körtefánkon. Hát a szüleim se értettek hozzá, de befogták a mérajt, egy kölcsönkért kaptárba betették, és ez felszaporodott 12-13 családra, annyi volt a maximum. Figyelj, 13 éves voltál, felszaporodott 13 családra, csak figyelek, és 13 család méhet vásároltál. Okay? Igen, ez érdekes.
akkor tényleg a szerencse számod. És akkor édesapád elkezdett méhészettel foglalkozni, gondolom, ilyen hobbi szinten. Hát csak hobbi szinten, igen. És te kisfiúként ott álltál mellette, hogy mit csinál, nem én féltél? Én álltam volna, én szívesen, mert nem féltem, ők féltettek, és mindig távol küldtek. Ez volt az egyik baj, de lehet, hogy így kellett legyen. Lehet, hogy mert pont ez volt a jó, mert igen, a kíváncsiság gott igen, szült. A tiltás általában ellenkező hatást szokott kiváltani. Amikor szüleim nem voltak otthon, én közel mentem, megbabonázottam, figyeltem, csodáltam a méheket, és annyira mentem, hát már 14 éves voltam, kaptárt nyitottam, de persze ez mind akkor, mikor nem voltak otthon. És kaptam is egy olyan mélyszúrást a homlokamra, hogy bedagadott teljesen a két szemem, annyira, hogy kórházba kellett vigyenek. És akkor a kezelőorvos azt mondta, hogy allergiás vagyok, és tartsam távol magam a méhektől. Én ezt komolyan is vettem, és utána, mintha megszűnt volna a varázs, tényleg nem érdekeltek jó ideig a méhek. És ekközben az otthoni állomány is felszámolódott. Nem ennek a hatására, egyéb 89-es változás után mezőgazdaság más irányt váltott. Ugye földterületek visszakerültek, igen. Akkor édesapám inkább arra a fölös idejét, energiáját arra kellett fordítsa, így a méhek annyira a háttérbe szorultak, hogy mondhatni elfogytak. És akkor még meg is értem a mezőgazdálkodást, tehát akkor például a krumpliból elég szépen lehetett keresni, nem úgy, mint most. Mondhatnám azt, hogy ez az időszak le is zárult, én nem is gondoltam jó ideig méhekre, mindaddig, amíg egy több mint 80 éves idős bácsival kezdtünk a vonaton beszélgetni, és ő olyan lelkesedéssel mesélt nekem a méhészetről, ő nem tudta, hogy én vonzódtam még valamikor a méhészethez. Mondtam neki, hogy jó, ez mind szép, de allergiás vagyok. Azt mondta, hogy ő ezt nem hiszi, próbáljam meg. Azt mondja, ha esetleg érzékenyebb is vagyok, hozzá lehet szokni. Tehát véletlenszerűen utaztál a vonaton, és hát, jött egy bácsi, aki pont leült, és a méhekről kezdett el neked beszélni. Vonattal ingáztam, véletlenszerű volt a találkozásunk. Ez a bácsi egész életében méhészkedett. És én azt is mondta nekem, hogy minden szép volt az egész élete, de most, hogy már olyan idős, hogy nem tud méhészkedni, alig telnek a napjai. Akkor ezzel ismét beütette nekem a bogarat. Akkor felkerestem méhészeket, beszélgettem, azt mondták, hogy mégiscsak próbáljam meg, hogyha annyira érdekel. És elmentem, megszúrt egy méh, megszúrt több. Jó, fájt, megdagadt, de allergiáról szó sem volt. És akkor innen indult újra. Vagyis újra, hát innen kezdődött tulajdonképpen. Tehát azt mondtad, hogy hát akkor most már megvásárolom a méh családokat. Igen, igen. Hogy telik egy napod, egy heted? Mennyire munkás a méhészkedés? Téli időszak a laza. akkor csak a felkészülés. Ugye? Lényegében akkor itthon van az-e. Mit csinál télen egy méhész? A méhésznek télen is van munkája. Egy a műhely munka, kaptárjavítás, keretkészítés, ami egy ekkora állománynál nem is kevés. És azon kívül a mézértékesítés. Az piacokon, termelői piacon értékesítettek. Havi vásáron, igen. De hát a mézet csomagolni kell, címkézni, vagyis időt igényes ez is mind. Viszont ez még mind laza nyári munkához viszonyítva. És akkor nyáron? Hát nyáron nem számolja a méhész, hogy hány órát dolgozik, kora reggeltől késő estig, ameddig besötétedik és bírja. Tehát ez egy életforma? Mindenképpen. Tehát nem egy irodai munka, bemegyek, aztán becsukom az ajtót, hanem épp ez az, hogy akinek lejár a 8 óra, az ajtót betette maga mögött, és biztos benne, hogy 1-én vagy 15-én megkapja a fizetését. De aki saját magának dolgozik, legyen az méhész vagy bármilyen vállalkozó, az bőven kell aggódjon, gondolkozzon, tervezzen. A méhésznek az a feladata, hogy a méh családot tartsa megfelelő állapotba. Az egészségükre vigyázzon, és a méh család erejére. Egy kitűzött célt el tud érni az ember. Lehet, hogy nem is az a legnagyobb feladat. Miután a célt elérte, talán még nagyobb feladat azt fenntartani, vagy esetleg még egy kicsit fokozni. Tehát ott meg tudtál vásárolni egy területet itt a Csíkszentmihály határába. Ez miért jó, hogy van egy ilyen terület, ahol tarthatod őket? Hát évekig gondom volt,
hogy úgy mondjam, hányódtam a méhekkel. Egyik falu végéről a másikra, vagy bérelt helyre. Ott nincs az embernek biztonsága, vagy esetleg még zavarhatnak a méhek szomszédokot is. De az embernek, ha egy saját telephelye van, azt úgy alakítsa ki, hogy környezetének is és saját magának is lehetőleg a legjobban megfeleljen. És ez itt tökéletes is, tehát amikor te hazahozod a méheket, akkor lényegében olyan helyre kell vidd, ahol virág is van, nem hogy ők tudjanak táplálkozni, igen, vagy hát virágport ennek a szempontnak gyűjteni. Megfelel. Viszont rövid az időszak, amit itthon jól ki tudnak a méhek használni. Most mennyi ideig vagy itthon? Vagy körülbelül egy hét, két hét, vagy függ az időjárástól? Egy hét, 10 nap, igen. És utána akkor fogod a családokat, és újra mentek. Igen, a következő virágzásra szállítom a méheket. Szoktatok-e versenyeken részt venni, vagy össze szoktátok-e hasonlítani? Ugye elég sokan kezdtek el méhészettel foglalkozni, méhészkedni. Mondhatni, baráti viszonyban vagyunk legtöbb méhész, és egymás között megbeszéljük a szakmai dolgokat, ez egyértelmű, egymást információval is segítsük, amire szükség van, főleg vándorlás sok alkalmával is. És mondjuk itt nagyon dicsérik a legelőket itt Székelyföldön meg. Gondolom Románia szerte is azért jó minőségű ez a virágpor, amit itt a méhek gyűjtenek. Igen, ezt el lehet az egész országról mondani. Főleg hegyvidéken, ahol gyakorlatilag nincs is vegyszerezés, ilyen ipari mezőgazdaság itt nem zajlik. Tehát nem szennyezett annyira a környezet szerencsére. Külföldi tapasztalataitok vannak-e? Vagy nem nagyon jártok külföldre? Nem... A magyarországi méhészekkel tartsuk a kapcsolatot, de azon kívül más tapasztalatunk. Hát a külföldön dolgozott, tapasztalatot szerzett méhészektől sok információt lehet szerezni, és olyan dolgokat hallani, aminek az ember hasznát veheti. Jó, a mézen kívül még milyen terméket tudtok előállítani? Mézen kívül virágport, viaszt, propoliszt, ezek a főbb termékek. És akkor lényegében te most már erre tetted az életedet. Igen. Te nagyon nem szállnál ki ebből a mély bizniszből, hogy mondjam ilyen divatos szóval. Hát nagyon nagy fordulat kéne legyen, ami lesújtó kéne legyen ahhoz, hogy ebből kiszálljak. De ezt szeretem, most már annyira berendezkedtem, hogy nagyon megviselne, ha kéne változtassak. Leellenőrzök egy párosztatót. Győződjek meg arról, hogy a betett rajbölcsőből kikelte már az anya, és esetleg párzott-e már be. Igen, ez egy nagyon szép állapotú párosztató, ügyes, összetartó néppel. Ez azt jelenti, hogy itt anya van, és már petézik is, vagyis párzott az anya. Ezt az anyát már fel lehet használni. Egy anyátlanodott vagy öreganyás család régi anyájának a leváltására. Ezekben a keretekben, amit lehet látni, gyönyörű, szép, világos, idei akácméz van. És ha ennyire telt a keret, le van födelezve, akkor azt mondhassuk, hogy megérte, és van eredménye a munkának. Hát tulajdonképpen ezt az építető keretet atka csapdának használja a méhész, mert az atka fejlődési ciklusának a here fejlődési ideje felel meg a legjobban. A here fejlődik, és mielőtt befödeleznék a méhek, az atka bebújik, és oda rakja le a petéit, ott szaporodik. És ha már az atka bent van, és le van födve, mi ha azt kivesszük, gyakorlatilag csapdába esett. Miután a herefiasítást kivágom, ez pergethető méz. Ferenc, légy szíves, mondd el nekünk, hogy miket készítesz, milyen termékek találhatók most itt készen, és ugye ezek tavalyiak, ha jól tudom. Igen, ami itt a polcon látható, ez még mind tavalyi méz. Hát most már van idei kipergetett repcemézem és akácméz, amik a pergetését tegnap fejeztük be, de az még kicsomagolatlan állapotban van hordóba. Itt előttem
a repceméz, ami jellegzetesen zsírszerűre, szép fehéresre van kristályosodva, fél kilós és kilós kiszerelésbe. Alatta vegyes virágméz, régebb volt csomagolva, meg van kristályosodva. Mellette repce, vagyis, bocsánat, lépesméz. Ez látható, nem olyan világos, mint a akác. Most nemrég hoztam be, és mindjárt ki fogok vágni. Ez vegyes virágméz, vagyis jól láthatóan sárgás. Itt szintén vegyes virágméz, vagyis havasi vadvirágméz. Az alsó polcon akác az éppen, igen, itt van. Ez, mivel tavaly és tavaly nagyon gyenge volt az akác, szinte alig, nagyon keveset ergettünk, hát sárgásabb is, mint a mi jellemző az akácra, az idei már sokkal szebb lesz. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ami kikristályosodott, az nem valódi méz. Hiteles ez a gondolkodás? Nem, igen. Ez tévhit. Ellenkezőleg az csak a természetességét igazolja, hogyha a méz meg van kristályosodva. Sőt, az lenne a kívánatos, hogy egyre többen jobban megismerjék és hozzaszokjanak a kristályos mézhez. Miért? Minél többször melegítődik a méz, az csak a minőségéből veszít. Tehát lényegében azért szokták felmelegíteni, hogy ne legyen ilyen kristályos állapotban? Igen. Hát tulajdonképpen a fogyasztó elvárásának, hogy megfeleljen. Értelek. Hát 40-50 fokig melegíthető a méz annélkül, hogy veszítene a tulajdonságából, minőségéből. De mennyire keresek a minőségi mézet? Ugye azért a piacokra betör az olcsó termék, a különböző olyan termék, amiben nem feltétlenül, tehát nem feltétlenül minőség a fontos. Mennyiben keresik az emberek a minőségi terméket? Hogy hát egyre jobban kezdett kialakulni a fogyasztókban az igény, hogy minőséget kapjon, és hát érezhetően ki van alakulva egy olyan vásárlói réteg, aki szívesebben vásárol egyenesen a termelőtől. Mert tudja, hogy kitől veszi, rendszeresen visszajár, és megkapja azt a minőséget, amit elvár. Van olyan, aki repcemézet keres, vagy direkt akácmézet, vagy akár a bió virágmézet? Tehát vannak olyan vevők, akik specializálódnak méz típusokra? Igen, határozottan, igen. Uh-huh. Hát vannak olyan visszajáró vásárlók, aki rendszeresen repcemézet vásárol, vagy hát legtöbben vegyes virágmézet, mert ugye az a tartalmasabb. Közben kóstolgatom itt ezt a kaptármeleg nagyon finom mézet, amit sokkal többet kellene fogyasztani, mint amennyit fogyasztunk valójában. Nagyon finom. Viaszt le lehet nyelni? Igen, ajánlom elfogyasztani a viaszt is. A természetes méviasz emészthető. Nem lesz semmi baj a gyerekünknek, hogyha lenyeli? Nem, egyáltalán nem. Bár nem szívesen nyelik le. Miután a mézet kirágja a viaszból, szájában marad, mint a rágó gumi. De emészthető, nyugodtan fogyasztható. Köszönjük szépen ezt az információt, akkor én is le tudom bátran nyelni. Csíkszentmihályon jártunk, Búzás Ferenc méztermelőnél. Önök a Székelykonyha magazint látták, és hogyha tehetik, kérem tartsanak velem a jövőben is. Minden jót, viszontlátásra!